Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein ért kalász lengettél, Tokaj szőlő vesszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámid a dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyul barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús, kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölette. Vár állott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hoz rá végesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mi vagyunk a Lámpaláng, ez pedig itt a Magyar Kultúra Napja, és ilyen alkalomból mi mással is kezdhetnénk, hanem egy József Attila verssel. Rejtelmek. Bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe. Thank you.
Szeretettel köszöntjük Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából itt a virtuális térben. Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye születésének napján, melyet 198 éve, január 22-én tisztázott a költő szatmárcsekei magányában. Az Erkel Ferenc által megzenésített költemény vált nemzeti imádságunká, összetartozásunk jelképévé, melyet idén Harka Jenő szavalt el. Ezen a napon a magyar kultúrát ünnepeljük, amely otthonossá teszi számunkra szülőföldünket, nyelvünket, hagyományainkat, művészi és szellemi örökségünket, amelyeket őseinktől örököltünk, amelyek segítenek boldogulni a mindennapi életben. Hagyományainkhoz hűen, a vírus okozta nehézségek ellenére is programsorozattal tisztelgünk a magyar kultúra előtt. Az online programok január 18-ától egészen 23-a szombatig kínálnak szórakozást kedves nézőinknek. A hét minden délelőttjén mesevetélkedőn vehettek részt a gyerekek a Közösségek Háza Facebook oldalán sok-sok játékos feladattal. Január 18-ától tekinthető meg a Díszítő Művészeti Műhely interaktív kiállítása, melynek tárlatvezetője Kincses Ágnes, népi iparművész, a csoport művészeti vezetője. Január 19-től látható a Room Gallery sorozat következő videója Szabó Zoltán fotóival. Január 20-án kezdődött Kedvenc versem című programsorozatunk, melyet heti rendszerességgel láthatnak közösségi oldalainkon. A programban résztvevők olyan önkéntesek, akik szívesen vállalták, hogy elszavalják kedvencüket a nagy közönségnek. Január 21-én csütörtöktől láthatták a helyi kulturális élet két jelentős személyének, Horváth Éva és Korbu István beszélgetését. Miről? Valóságról, a komforteszményű virágról, rántott húsról, és a tripla szaltóról. Programsorozatunk utolsó elemeként szombaton kapcsolják be mobiltelefonjaikat és hangosítsák fel készülékeiket, mert 20 óra 30-tól Tunyogi emlékestel beindul a rock a Csit zenekarral. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres végám a gabonát, árva kezembe parolát. Lámpában langot ne keljen, korán az ágyra hevernem, kérdése választ, ő küldjön, hogy hitem széje ne dűjön.
Esvékám a gabonát, árva kezembe parolát. Lámpámban lángot ne kelljen, korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő ügyön, hogy hitem széje ne dűljön. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Adjon úgy is, ha nem kérem. Adjon úgy is. A mai nap programsorozatunk ünnepi alkalma. Elsőként kérem hallgassák meg Komlóváros polgármestere Polics József köszöntőjét. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Kultúra napja alkalmából. 1989 óta január 22-ét, a himnusz születésnapját a Magyar Kultúra napjaként tartjuk nyilván, és ezen időpontban megállunk egy pillanatra, és a kultúra területén tevékenykedőket köszöntjük. Komló városában ez nem volt egy jellemző dolog. A 2010-es választások után úgy döntöttünk, hogy a Magyar Kultúra napját külön a szakmai kitüntetésekhez kapcsolódóan is megünnepeljük. Büszkék lehetünk arra, hogy Komló városában a kultúrához kapcsolódó tevékenységek magas színvonalon történnek. Nagyon sok minden beletartozik ebbe, és ha arra gondolok, hogy a zene művészet területén a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivállal, a gasztronómia területén a Kolbásztöltő Fesztivállal, az amatőr színművészet területén a Komlói Amatőr Színházi Találkozóval, vagy a filmművészet területén a Héddom Filmfesztivállal felírtuk magunkat a fesztivál térképére, és Komló a fesztiválok otthonává vált, és ez is erősíti azt a kultúrát, amely nélkül nem tud fönnmaradni egy közösség, és ha a tágabb közösséget nézem, akkor a kultúra gyökerei nélkül nem tud fönnmaradni egy nemzet. És ma, amikor ezek nagyon fontos kérdések, hogy tovább vigyük az ősi kultúránkat, ezek határozzák meg mindennapjainkat. Komló városában nagyon sok intézmény dolgozik ezen a területen, illetve nagyon sok civil szervezet tevékenykedik, hogy a kultúránk minél több ága eljusson az emberekhez. Köszönet illeti az intézményeinkben végzők munkáját, illetve a civil szervezetekben tevékenykedők munkáját. Ezek a civil szervezetek kinőtték a közösségek házát, éppen ezért nagy öröm számomra, hogy ebben az évben megkezdődhet a kaptár építése. Annak a kaptárnak az építése, amelynek előkészületeit 2017-ben kezdtük meg, és valójában az a célja, hogy ezek az értékteremtő közösségek
megfelelő otthon találjanak ebben az épületben, és mint a méhecskék szorgalmasan osszák azt a kultúrát, amely kell ahhoz, hogy a társadalmunk értékes maradjon. Én gratulálok a Kultúra Napja alkalmából a CSIT zenekarnak, aki kitüntetésben fog részesülni ezen a napon, és még egyszer megköszönöm mindenkinek azt az értékteremtő munkát, amelyet a kultúra területén Komló városában végez, és megköszönöm ezt a kultúrát meglátogató, megtekintő közönségnek, hogy minden alkalommal, szép számmal részt vesznek az intézményeink által szervezett rendezvényeinken. Rab Zsuzsa, dúdoló. Most pedig fogadják szeretettel Széplábi András ünnepi beszédét. Tisztelt komlóiak! 1985-ben Fasang Árpád zongoraművész vetette fel azt az akkor még meglehetősen bátor, de egyre inkább időszerű gondolatot, hogy a magyar kultúrának szükséges volna egy emléknapot állítani. 4 évvel később, 1989. január 22-én rendezték meg az első ilyen rendezvénysorozatot. Január 22. a himnusz születésnapja, azóta is a magyar kultúra napja. Számomra a kultúra mindaz, ami emberré, emberivé tesz minket.
Épp úgy része a költészet, a zene, a tánc, a festészet, a szobrászat, építészet vagy a színművészet, vagyis a magas kultúra, mint a mindennapi, a popkultúra. A rockzene és a falfirkák, a divat és a lakberendezés, ahogy kultúránk része az étkezés, a sorbanállási szokásaink, vagy az a mód, ahogy ünnepeinket üljük. És hogy hol a helye ebben a magyar kultúrának? Nem könnyű kérdés. Én azt hiszem, hogy kapocs. Egy a számos lépcső közül, amely az egyén gondolataitól, szokásaitól, az individuumtól, az emberiség egészének egyetemes kultúrájáig visz, és köt össze valamennyi érzőlényt. A legkisebbtől a legnagyobbig egyik sem vonhatja ki magát a többi hatása alól, miként egyetlen ember gondolatai. Meghatározhatják azt, hogy egy család, egy közösség, vagy akár egy nemzet önmagára gondol, úgy egy nép, egy társasházi közösség, vagy egyetlen személy sem vonhatja ki magát a világból, a korból, amelyben él. A magyarság talán még szorosabban kötődik a saját kultúrájához, mint más közösségek, hiszen a magyar kultúrnemzet, azaz önazonosságának meghatározója és egyben létrehozója éppen a kultúrája. Az volt magyar, és ma is az, aki a magyar kultúrát hordozza magában. Száz és száz nép és nemzet véréből, testéből keveredve vagyunk magyarok. Jöhettünk bárhonnan, élhetünk bárhol a világban, ébren vagy álmon, amikor bele sem gondolunk, sőt leginkább akkor, a magyar kultúrát hordozzuk magunkban. Érdemes hát odafigyelni arra, amit taníthat nekünk, és meríteni a századok bölcsességéből. Ám ahogy Jean Jaurès mondta, a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Nem elég ismerni a régit, az újat is akarnunk kell. Nem szabad elfelejtenünk, hogy elsősorban és mindenek felett emberek vagyunk. Mi valamennyien a bolygón. Közös múlttal, közös, egymástól el nem szakítható sorsokkal, felelősen, egy testvérként valamennyi lénnyel. És persze mindahányan önmagunk is vagyunk. Szertelen és fegyelmezett, nagylelkű és kicsinyes, nagyszerű és olykor elborzasztó önmagunk. De valahol a kettő között, a nagy és kicsi útjának felén magyar emberek is vagyunk. És ennek a magyar kultúrának és műveltségnek a megismerése, őszinte megértése komoly és szép cél. Egyben nehéz feladat. Márai Sándor írja egy helyütt. Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint igazságnak, minden dolog igaz ismeretének, feltárása és elviselése. És az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez rendkívüli bátorság kell. Én csak a magam igazságát birtoklom. Ahogy arra eddig életem során a magam feje szerint képességeimhez mérten ráébredtem. Azt az igazságot, hogy a magyarság kultúrája a befogadás kultúrája. Talán jelenkorban, amikor oly gyakran halljuk a külön utakon járás üdvözítését, amikor az egészségügyi vészhelyzet sokszor a szeretteitől is távolságtartásra kényszeríti az embereket, meglepő lehet ez a gondolat. De csupán csak azért, mert az elhatárolódás, a kirekesztés és az elkülönülés, mindaz, ami elválaszt másoktól, mindig szembetűnőbb. Pedig ha odafigyelünk, akár a mai nap apropóján arra, amit a kultúránk, a nyelvünk, gasztronómiánk, nagy tudósaink és gondolkodóink üzennek, akkor nem hihetünk mást. Ezt üzeni nekünk a magyar nyelv, amely évszázadokon át fogadta be, és tette sajátosan magyarrá több tucat nyelv szavait anélkül, hogy önazonossága csorbult volna. A szánkban jellegzetesen hozzánk tartozóvá alakultak a hangok, toldalékokkal ékesítettük őket, és nyelvünk valamennyi díszét rájuk aggattuk. Ezt üzeni a manapság fél évszázad dermedtségéből lassan újjáéledő gasztronómiánk. Dobos József és Székely József korának étkezési kultúrája, amely a francia konyha alapján jött létre, hogy aztán a némettől a szlávig, a zsidótól a ruszinig népek és konyhák tucatját fogadja magába, és formálja általuk önmagát egyénivé és gazdaggá. Ezt üzenik a nyugat költőinek nagy nemzedékei, a példaképüknek tekintett Aditól Babicsig.
Ybl Miklóstól Bartók Béláig, Szerb Antaltól Munkácsi Mihályig, Máté Pétertől Fischer Ádámig, Szent Györgyi Albertől Karádi Katalinig, kultúránk alkotói, előadói és hordozói egyként mutatták meg nekünk, hogyan kell és hogyan lehet egyszer embernek, európainak és magyarnak lenni. Hogy az igazán fontos, a maradandó, az embert emberré formáló kultúra az, ami elsősorban összeköt, és ha különbözik is, az soha nem bezárkózásból teszi, csak is egyéniségéből, markáns arcvonásaiból adódóan. Zárásképpen azt kívánom ezen a napon, hogy mindenki, azok is, akik még soha bele sem gondoltak ebbe, azok is, akik magától értetődően magyarok, mert ezt a nyelvet beszélik, ezeket a táncokat járják, ezeken a dalokon nőttek fel, és épp úgy azok is, akik a magyarságukat nap mint nap tudatosan megélve büszkén vallják, mindahányan keressék, kutassák, találják meg a kultúránkban azt, ami közelebb viszi őket a többiekhez, egymáshoz, és végső soron a mindig, folyamatosan egyre jobbá váló önmagukhoz. Köszönöm. Ady Endre, Elfogyni az ölelésben. Yeah.
A Magyar Kultúra Napjából városi kitüntetés átadására kerül sor. Komlóváros önkormányzat képviselőtestületének 296/2020 12. hó 22-i számú határozata alapján Komlóváros közművelődésért kitüntetést ad a Csíd zenekarnak. Komló kulturális zenei életében végzett 25 éves kiemelkedő tevékenységért. A város rendezvényeinek rendszeres fellépői a helyi közönség körében nagy népszerűségnek örvend. A zenekar tehetségét nem csak helyi, de országos és nemzetközi szinten is elismerték. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Komlóváros képviselőtestülete ebben az évben a Csit zenekarnak Komlóváros közművelődésért elismerési oklevelet és az ezzel járó díjat adom át. Köszönjük a Csit zenekarnak a negyedszázados, mindig komlói szívvel végzett munkáját, a rockzene területén kifejtett magas színvonalú munkáját, és azt kívánom, hogy a Jóisten adjon még további erőt, egészséget, hitet a terveitek megvalósításához. Gratulálok! Köszönjük szépen! Fogadjátok szeretettel! Nagyon szépen köszönjük! Gratulálok! Köszönöm szépen! Az Árpa nevében! Én pedig akkor ezt így megfordítom, hogy lássák a nézők is. És ez még. Köszönöm szépen! Köszönöm az Árpa nevében! És nagyon szépen köszönöm Komló városának ezt a nagyon magas elismerést, a képviselőtestületnek és polgármester úrnak is. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt megkaphattuk. Köszönjük szépen! Gratulálom! Ben a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Közösségek Háza Színház és Hangversenyterem első alkalommal ítélte oda saját alapítású díját, az év ásza elismerést. A díjat szakmai csapatunk ítéli oda, mely nem adható olyan személyiségnek, aki a kultúra területén dolgozik, és ezért kapja a fizetését. Az eddigi évek ászai: Murka Gyula gypsy rockzenész, Simon László gépkocsi vezető, Rákos Ildikó fényképész és Hidasi Tiborné pedagógus, a Miners Komlói Bánya szurkolói induló és Ladányi Lívia művészetpedagógus, valamint Takács Judit Móki, a Fonti Five táncműhely művészeti vezetője voltak. A díj oklevélből és Bálint Ferenc grafikus művész egyedi grafikájából áll, melyet csak az ászok kaphatnak meg. A döntéshozó szakmai csapat ez alkalommal 4 jelölt közül választotta ki a díjazottat. A díjat átadja Horváth Éva, az év ásza díj anyja, és Aranyos László, a Művelődési Központ megbízott vezetője. Kedves Csapszi, sokadik alkalommal adok át év ásza elismerést, de meg kell, hogy mondjam neked, hogy ez a mostani, ez különleges öröm a számomra. Egyrészt most a munkatársaim döntése alapján tudom ezt neked átadni. Másrészt az mindenképpen eszembe jut, hogy mintha tegnap lett volna, amikor kölyökként először bejöttél ide hozzánk, és elkezdtél táncot tanulni nálunk. És az azóta eltelt idő, az annyira rövidnek tűnik, de mindaz, amit ez alatt az idő alatt elértél és felépítettél, az mégis egy hatalmas gyakorlatilag egy teljes életmű. Megtiszteltetés nekem, hogy a te pályádnak tanulja lehettem a kezdetektől fogva, és mindaz, amit felépítettél a tehetségeddel, szorgalmaddal és a kitartásoddal, ehhez nagyon sok szeretettel gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy ezt átadhatom neked. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én pedig szeretném átadni neked Bálint Ferenc részkarcát, amit direktor az alkalomra készített, és ez mindenkinek, aki az év másodévet megkapja, a tulajdonába kerül. Köszönöm szépen! Most pedig következzen egy kortárs költemény, Kis Judit Ágnes tollából Geometria.
Sosem, és én benned magamnak idegen, alakként tükröződöm szüntelen, felfogni vágylak, s nem lehet, hiszen ahol te kezdődsz, ott nekem már végem, mit érzek, az te, és nem én vagyok, utána nyúlnék, csak magamat kérem, és nem veled, magammal harcolok. Minek tagadjam, közös útra vártam, vagy legalább egy kereszteződésre, ahol egymásba nyílnánk, magyarázzam, hiába tágulunk bele a térbe. Mindez csak látszat, lázáló mese, mert síkjainknak nincsen metszete. Mindez csak látszat, lázáló mese, mert síkjainknak nincsen metszete. Ahol egymásba nyílnánk, magyarázzam, hiába tágulunk bele a térbe. Minek tagadjam, közös útra vártam, vagy legalább egy kereszteződésre, ahol egymásba nyílnánk, magyarázzam, hiába tágulunk bele a térbe. Mindez csak látszat, lázáló mese, mert síkjainknak nincsen metszete. Mindez csak látszat, lázáló mese, mert síkjainknak nincsen metszete. Minden vers egy kánon, minden vers egy utca, minden vers egy álom, körbe-körbe futva. Minden vers egy mondat, minden vers egy élet, minden vers goromba, öngyilkos merénylet. Tiár, 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 tű, de tiár, 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 tű, de tiár, minden vers ajándék, minden vers élek. Minden versem játék, mindegyikben félek. Minden versben szó van, minden vers szerintem. Minden vers valóban, minden, minden, minden. Tiát, 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 tű. De tiát, 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 tű. De tiát, 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 tű. De tiát, 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 thank you.
minden vers egy lélek, minden versem játék, mindegyikbe félek. Minden versben szó van, minden vers szerintem, minden vers valóban, minden, minden, minden. Tia, 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 tia. Idei műsorunkban a Lámpaláng triót hallhatták. Mit érdemes tudni róluk? A Lámpaláng akusztikus trió formációként alakult 2018 tavaszán. Dalaikat énekre, gitárra és hegedűre hangszerelik, de 2020-ra a zenekar két új taggal bővült, így trióként és ötös felállásban is működnek. Zenéjüket verszeneként definiálják, mivel magyar nyelvű dalaik szövegét kortárs költők verseiből és költők kortárs gondolataiból merítik. Ugyan a vers alapú muzsikát sokan teszik be az irodalmi és színházi zene kategóriába, a Lámpaláng azonban a megzenésített versek világán belül egy különleges, vagányi képvisel. Így zenéjük nem csak az irodalom szerető emberek körében állja meg a helyét, hanem bármelyik könnyűzenőt befogadó színpadon, fesztiválon, eseményen. Első nagy remezük 2020. februárjában jelent meg, Rejtettelek sokáig címmel, melynek bemutatója a Trip hajón volt. A budapesti lemez bemutatót egy ötállomásos országjáró turné követett, melynek a kialakult vírushelyzet vetett véget. 2020-ban benne volt a csapat a Veszprém utca zene fesztivál legjobb 20 zenekara között, ősszel pedig megnyerték a hanghordozók énekmondók Kárpát-medencei versenyét. A zenekar tagjai Tótorsi ének, Kristóf Martin gitár, Garai Nóra hegedű, Horváth Károly basszusgitár, Csintalan György dob.
Szakad a szalag a boka alatt, szalad a szavam, a fele marad. Merev a kerete, csuda cipő, nekem a nevem a Csiga Benő. Piheg a meleg a boka körül, jegelem, emelem, ennek örül. Kullogva futok a napok után, lehetek heteket lazalazán. Nem sírok, elbírok ezzel, ha már kedvemen szemtelen nevet a nyár. Nem sírok, elbírok ezzel, ha már kedvemen szemtelen nevet a nyár. Szakad a szalag a boka alatt, szalad a szavam, a fele marad. Merev a kerete, csuda cipő, nekem a nevem a Csiga Benő. Piheg a meleg a boka körül, jegelem, emelem, ennek örül. Kullogva futok a napok után, lehetek heteket lazalazán. Nem sírok, elbírok ezzel, ha már kedvemen szemtelen nevet a nyár. Nem sírok, elbírok ezzel, ha már kedvemen szemtelen nevet a nyár. Úgy fáj, úgy fáj, úgy fáj, úgy fáj, úgy fáj, úgy fáj. Nem sírok, elbírok ezzel, kedvemen szemtelen nevet a nyár. Nem sírok, elbírok ezzel, ha már áll, kedvemen szemtelen nevet a nyár. Úgy fáj, úgy fáj, úgy fáj. A Magyar Kultúra napi műsort köszönjük a Lámpalánk triónak, Tóth Orsinak, Garai Nórának és Kristóf Martinnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kövessék továbbra is figyelemmel online programjainkat. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra! Végezetül pedig hoztunk egy Péter Judit versekből álló dalcsokrot. Elzakatoltak a mák tegnapok, egyedül voltam, most is úgy vagyok, mint kis ujjam a bal kezeme. A jobbat kutatom, azt keresem. Elzakatoltak békétlen órák, tisztító tüzek hegeit hordják. A szívek, a szavak, a szándék kezedet fogva tán jobbá válni. Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, subidubá. Ülünk a vonaton, a hangja monoton, ülünk a vonaton, subidubá. Hűvös a napfény, vakít a reggel, ásítva nyújtóz a peronon egy ember. Nagyokat pislog, elmereng ébred, életen át utazom, de hozzád érted. Félbe intenek kintről a lombok, hazavisz a vonat, hazáig szétbomlok. Szíves száraz szeptemberi szókra, titkaimtól az Isten úr. Thank you.
vonaton, ülünk a vonaton, shubidubá, ülünk a vonaton, a hangja monoton, ülünk a vonaton, shubidubá, ülünk a vonaton, a hangja monoton, ülünk a vonaton, shubidubá, ülünk a vonaton, a hangja monoton, ülünk a vonaton. Versben semmi hiszti sincsen, ez a vers most éppen magát írja meg. Ahogyan reggel elalszol a liftben, ahogyan a neon álmokat remeg. Versben senkihez se szólok, ez a vers magáról, rólam hallgatak. Éjszaka fák lógtak, sejem zsinórok, és reggelre megint rám lehelt a fagy. Ebben a versben ez a vers olmosan megnyíló ajtó, húzatos szakadék egy aknas köztem, ma én vagyok a brédas, én a hajtó. Most éppen magát írja meg, ahogyan reggel elalszol a liftben, ahogyan a neon álmokat remeg. Gitáron játszik Kristóf Martin. Hegedül és vokálozik Garai Nóri. Én Tóth Orsi vagyok, ez pedig itt a lámpalány, akinek
nektek tetszett a muzsikány, kövessen minket az interneten. Csókokat, csókjaidat várva, serándi!